Két motorcsónakkal ellenőrzik a horgászokat a Tolna megyei horgászegyesületek szövetségének halőrei a Dunán. Akkor azt mindjárt át is lehet javítani, illetve a vízterületnek a megnevezését, hogy Duna, azt tessék beírni, és a víztérkódot is, jó, mert ez így a fogási napló helytelen vezetése, ez 30 ezer forintos kb. 60 eltítás. Jó? Csonka Gábor halőr hiányos fogási naplóra figyelmezteti a horgászt. Ezt megúszta egy figyelmeztetéssel, de ez a figyelmetlenség akár 30 ezer forintjába is kerülhetett volna, és több hónapra eltiltották volna a horgászattól. A szakember úgy tapasztalja, gyakran nincsenek rendben a papírok, de az is mindennapos, hogy a horgászok a méreten aluli halakat is próbálják elvinni. Napi rendszerességgel van ellenőrzés itt a Dunán, valamikor délelőtt, valamikor délután, aztán valamikor délelőtt és délután, de még éjszaka is aktívak vagyunk. A Tolna megyei Horgászegyesületek Szövetségének hivatásos halőrei tavaly 157 esetben intézkedtek különböző szabálysértéseknél. 18 orvhalászt is sikerült kézre keríteniük. Több mint 8 millió forintnyi bírságot szabtak ki. Idén is több szabálytalanságra figyeltek fel. A 2021-es év első felében már 50 szabálysértési ügy felett járunk a hivatásos halőrök által, elfogások által, illetve egy ilyen 5-6 esetben orvhalászt is sikerült kézre keríteni, főként a Dunán és a Sión, Sió csatornán. Ezek esetében mindenképp rendőrintézkedés történik, hiszen bűncselekményről van szó. Amíg egy engedélyköli horgász az csupán egy szabálysértés, egy orvhalászat az már bűncselekmény. A Tolna megyei Horgászegyesületek Szövetségéhez 47 egyesület tartozik, közel 13 000 horgásszal.